Üdvözlök mindenkit! Ez a videó most arról fog szólni, hogy bármilyen játékot, illetve filmet hogy tudunk megnézni 3D-ben, sima 2D-s monitoron. Tehát nincs szükségünk a 3D-s monitorra, hanem csak egy olyan gépre, ami azt a játékot elviszi, de valóságban egy kicsit jobbra, majd elmondom miért. Letöltünk a szoftverre, amire szükségünk lesz, benne van a leírásban. Egy ilyen fajt kell kapnunk. Ezt csomagoljuk ki. Gondolom letölteni mindenki tud. Remélem telepíteni is, tehát a 3D-3D-nek a exe fajlat, a telepítőjét fel kell telepíteni természetesen. De ezt én kihagyom, remélem mindenki ebben tisztában, hogy is működik. Menjünk a crackre. Ugye számítógép. C. Akinek 32 bites Windows on, annak csak simán program files. Viszont akinek 64 bites, annak program files x86-ba kell megkeresni a mappot. Méghozzá a 3D 3D mappot. Tehát menjünk is bele. Itt ugye már a crackbe is mutassa, hogy nekünk semmi másra nincs szükségünk, csak a 3D al mappóra. Tehát menjünk bele. Mindkét helyen. Ugye itt mutassa, hogy a Ignition meg a Media Playerre van crackünk. A Ignition van a játékokra, hogy 3D-sek legyenek, a Media Player pedig a filmekre. Kezdjük a Ignitionnal. Ugye itt van a Drivers és 3D Ignition. Először is a Driversokat. Húzzuk szépen ott. Ugye előjük be, hogy az összes fajtát akarjuk írni. Igen, ott írás kell az adminisztrátori jog, mert ugye C partíción a program files mappalban semmit nem tudunk igazándiból változtatni adminisztrátori jogok nélkül, tehát adminisztrátori jóval hagyás. Vissza a badge-jel. Itt is vissza a badge-jel. Szintén ott húzzuk. És szintén fölülírás adminisztrátori jóval hagyás. Menjünk a Media Player-ra. Ugye ott húzzuk ezt is. Szintén fölülírás adminisztrátori jóval hagyás. Ezzel a crackelés meg is van. Most már fussunk akkor neki. Próbáljuk ki. Na ma most itt már írja is, hogy problémák vannak, nem jók a beállítások. Vajon miért? Ugye alaphelyzetben az a szoftver is szeretné használni a 3D-s monitort, ami most nincs, hanem csak sima 2D-s monitorunk van. Így ő le is tiltsa a 3D-s lehetőségeket, ugyanis ott kell állítanunk magát a szoftvert. Ugye nem is tudjuk bekapcsolni semmi, ez így nem működik. Ott kell állítanunk mindent. Ehhez az Ignition-t kell megnyitni. Ugye itt már írja is azoknak a szoftveroknak, a játékoknak a listáját, amit 3D-be ő képes átalakítani. Na most itt az a feltétel, hogy legalább DirectX 9 C-snek kell lenni a játékoknak, tehát DirectX 8-as nem jó, se alatta lévő. OpenGL szintúgy nem jó, mindenképpen legalább DirectX 9-esnek, vagy erősebbnek kell lenni, de ha DirectX 10 vagy 11 működik, DirectX 9 is működik, de DirectX 9 alatt semmi nem jó arra, hogy ez átalakítsa 3D-re. Tehát mindenképpen DirectX 9 vagy annál följebb lévő játékoknak kell lenni, azt képes átalakítani. Display settings ugye, Tools display settings. És itt ha meglássuk, ugye nekem AMD-s grafikus kártyám van, nem tudom, hogy Nvidia-n ez hogy működik, és nem is érdekel. AMD-nél ugye HD, Radeon HD 5000 és a fölött működik ez a AMD HD 3D technológia. Mint mondtam, HD 5000 és a fölötti grafikus kártyáknál működik. Ez fontos, mert az alatt egyiknél se. Viszont ez nekünk nem jó, mert ez ugyanúgy 3D-s kijelzőre épül. Nekünk meg, nekem meg ugye ez a videópont, hogy arról szól, hogy
hogy lehet megoldani 2D-s kijelzőn. Annyi a dolgunk, hogy lenyissuk ezt a fület, és az AMD-ről ott tesszük Colored Glasses-ra, tehát színesített üvegek, Colored Glasses. Itt pedig kiválasztjuk azt, tulajdonképpen azt a szemüveget, ami nekünk van. No, most a legolcsóbb és a legegyszerűbb ez a Red Cyan. Ez a legolcsóbb és a legegyszerűbb, amit a piacon lehet kapni. 30 centé vettem egyet, tehát az, ez a fajta szemüveg. A piros és ez a kékesített cianos lencse. Ugye elég, nem kell ehhez semmi aktív szemüveg, sőt nem is működik, mert aktív szemüvegik csak a original HD-s, vagy mi 3D-s monitorokon működnek. Ennél, amit mind be fogunk állítani, hogy a 2D-s monitoron is működjön minden, ehhez ez a tipikus moziba osztogatós, egyszerű papírszemüveg szükségeltetik. Nyugodtan applikálhatjuk is. Ugye nyilvánvalóan a 3D display marad ugyanúgy a grafikus kártyát, nekünk csak a technológiát kellett adomni erre az egyszerűbbre. Ugye ennek a hátránya annyi tulajdonképpen, hogy a színek sokkal tompabbak. Sokkal tompabb színeket kapunk, viszont a 3D-s hatás pedig megjelenik. Okézzuk is le. És azt hiszem, hogy ott vagytok innentől inkább kamerára, mert a játékokban biztos nem fogja mutatni ez a fővévő a 3D-s effekteket. Szóval akkor maradtunk ugye Ignition-ban, most már ezt próbáljuk ki. Az új beállításokkal nyissuk még egy játékot. Lássuk, működik-e. Ja, itt elfelejtettem megjegyezni azt ott, hogy érdemes a Steamet először becsukni, mert ő úgyis nyit egy újat. És úgy kész Steam, hogyha egy tantan hiba van és megmarad mind a kettő, akkor csak zavarni fogjuk egy most. Úgyhogy mielőtt ezt a programot használjuk, a Steamet lehetőleg zárjuk be. Megint csak érdemes Steam-es játékokkal, itt lehet is látni, hogy ma ugye működik a 3D. Ott alakítós. Ez majd később, nem, el is tűnt. Tehát ez nem lesz itt örökké. Csak éppen azt jelzi, hogy igen, a 3D és ott alakító működik. Ugye átvezető videók már annyira nem, de itt ma látszik. Tehát itt ma látszik, hogy ma működik a dolog. Most ha már 3D-s szemüveg lenne rajtunk, akkor már legyek kipattognának a monitorból. Mondtam, átvezető videókat igazándiból nem alakítsa, csak a játék textúrákat. Na, amit akartam mondani, hogy ugye a Steamet érdemes becsukni, mert a két Steam, mert nyit egy másikat is, és ha hiba van a két Steam, ugye zavarni fogja egy most, úgyhogy először érdemes becsukni, és úgy elindítani a Ignition-t és azon belül a játékokat. Majd ti szépen lehet látni, hogy ma 3D-be futunk. És a másik dolog, még érdemes originál játékokon próbálgatni. Mert ugyan felismeri a nem eredeti játékokat is. A hekkötteket felismeri ő ugyanúgy, csak nem biztos, hogy mindig jó elindítsa.
Ugye ez a Serious Sam 3, ez egy kicsit tovább tart betölteni. De reméljük azért megküzdik vele. És itt már látni, hogy még a videók is 3D-sek, tehát itt már a videók is lényegében 3D-s, és még a háttér is a menübe. Tehát itten duplán működik a dolog. A szöveg is marad. Még annyit elfelejtettem mondani, hogy ha van tűzfalunk, hát minden gépben van, ugye, mert Windowsos tűzfal is alapból megvan. A tűzfalon érdemes letiltani a tridefnek, az összes tridefnek, amit a tűzfalba találunk, a internet használatát, tehát ne próbáljon frissíteni, mert ha frissít, akkor nyilvánvalóan kilövi a krekket, és innentől kezdve már nem tudjuk krekkelni ezzel. Tehát akkor már vagy keresünk újabb krekket, vagy egészet a fenébe hagyjuk. Úgyhogy ezt csak így mondom, hogy a frissítéseket a tridefre, a tűzfalon nagyon érdemes kikapcsolni. Nézzük akkor még a lejátszót, ugye. Media player, tehát a filmekkel, hogy boldogul. Nem, így nem keresetik róla, nem tudom. És ugye ha megnézzük, itt már nincs ottan, tehát letiltás a 3D-hő. Tehát akkor, mikor ki tudjuk kapcsolni és vissza tudjuk kapcsolni, itt már nincs vele probléma. Tehát itt már működik a 3D gyorsítás, ugye a piros szöveg sincs itt. Akarom mondani a 3D-s átalakítás, úgyhogy a piros szöveg is eltűnt, ugye innen is a blokk eltűnt. Úgyhogy ma tudjuk használni, mindjárt is alakítsa, hogy ez egy kicsit időigényes. És akkor, mikor kibe tudjuk kapcsolni, tehát leúzhassuk, visszaolíthassuk. Ilyenkor ma működik. Bele is tekerhetünk, ugye? Ugye meg azt mondtam, hogy érdemesebb, erősebb gépet használni, mint a játék minimum követelménye az végett. Mert ugye a 3D-s átalakításhoz is kell egy kis gépigény. Úgyhogy ilyenkor mindenféleképpen a játék minimális gépigényénél valamivel erősebb gépet kell használni, hogyha akarjuk azt a 3D-s átalakítást. Köszönöm szépen a figyelmet!